és elfejted, akkor mi van? Akkor van fogok, nem? Akkor jó. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntök mindenkit. Davida Veronika kolléganőm és a magam nevében, én Gelencsik Gábor vagyok. Veronikával egy közös kurzust vezetünk, amely Jeles András filmművészetéről szól, színházi rendezéséről és filmjeiről, és az a megtiszteltetésért bennünket, hogy András elfogadta a meghívásunkat, és itt van ma este, hogy egyrészt felolvasson nekünk valamit, mutasson nekünk valamit, és utána pedig beszélgessen velünk, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy eljöttél, megköszönjük mindazt, amiről taníthatunk ebben a fél évben, és akkor át is adom a szót, először mondom, te felkonferálod az a legegyszerűbb, hogy mit hallunk tőle. Jó estét, tudom mi van. Ez így hallható, így rendben van így? Felolvasnék egy régi írásomból, az a címe, hogy József és testvérei, jelenetek egy paraszt Bibliából. Ez egy kicsit vicces cím, mert ugye a paraszt Biblia, mint műfaj, nem létezik, létezik egy kiadvány, aminek az a címe, most azt hiszem elment a hang. Tehát létezik egy kiadvány, a paraszt Biblia, a kezembe került, de hát a paraszt Biblia, mint műfaj, nem létezik. Tehát ez, hogy jelenetek egy paraszt Bibliából, ez vicces, mert nincsenek paraszt Bibliák. Viszont nekem egy időben nagyon, nem tudom, 80-as években adták ki a paraszt Biblia című kiadványt. Ezek ilyen népi, az Ó Testamentum és az Új Testamentum történeteinek a tulajdonképpen a paraszti világban való lecsapódásai is. Dolgozásai és fantasztikus szövegek ezek, nem tudom mennyire ki ismeri, érdemes elolvasni, és annak a mint, nekem kellett volna egy összefüggő történet, de ott nem találtam, ezek csak töredékek az Ó Testamentumból és az Új Testamentumból, és hát úgy döntöttem, hogy akkor írok egy összefüggő anyagot, és ez ennek egy részletét olvastam akkor most föl. Nem tudom, hogy elkezdjem el, ha ilyen hangosan beszélek, hát esetleg közben. Most ez a szöveg, ezt még nem, se fel nem dolgoztam sehol, mert a többit azt részben filmben, részben bárszínházban, de ez a szöveg, ez még nem hangzott el, ha jól emlékszem, úgyhogy azért olvasnám ezt fel. Ez a Dávid király történetének a paraszt Bibliába való megjelenése. Igen, érintkezés. Igen. Elemcsere történt. Mert meg is történt. Szuper. Akkor ez így jó, vagy ez túl hangodik? Nagyon jó. Na most az előzményekkel kapcsolatban el kéne röviden mondanom azt, hogy itt József már lent van a kútban, és egy úgynevezett botos ember vagy angyal beszélget vele, már szédeleg, József már nincs egészen magánál, nem is lehet tudni, hogy ez mindez, ami történik, ez valóságos dolog-e, vagy csak vizionál. Itt lényeg az, hogy az angyal elmeséli József történetét egészen Jézusig, vagy mondjuk így, tehát az egész üdv történetet lényegében a maga módján elmondja. Na, szóval ezt, amit most olvasok, azt a botos ember vagy az angyal mondja.
No, ebből térjünk csak Dávid királyságára, mert ez a Saul mellényúlás volt, akit helyesbíteni illett, és ez végett az Úr fejére nézett, tehát a gonosz a Saulnak a szívébe rondíthatott, azt hamar-hamar citerás körülött egy kedves hangú énekmondó, hogy megvigasztalja őtet, mert igen szorongatta a torkát, és térjet ült itt néha mehén az a gonosz lélek, hogy utoljára már félre menve, és hirdogált a nagy erős király az Úr tetszése szerint. Isai fiát Dávidot elvezették a Saulhoz, aki egy sötét kamorába őrve mulatta magát, ahány ablak volt a házon, azt külről jó erős palettákkal, bédő superláttal bécsinálták. Annak okáért a feketeség volt, hogy a szeg megállott benne. Ott bújtokult magába homályosan a király. Akkor Dávid elértvén a Saul nyegéseit, a magános sívó nyomorúságot, megpöngette a húrt, s énekelt. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm, füves legelőkön nyugtott engem, stb. Még ha a halál árnyékának, stb. Na, ettől valamiért erősen sírt a király, de mindjárt meg is csöndesedett, és felnyittatta a palettákat, és akkor Dávid átadta ajándékait, a hazúra hozott bort, kalácsot és egy kecskevidát, és ő igen kedvére valónak tanálta a szép hangú legényt, és azon túl, ha leállult az Isten sötét lelke, Dávid ezen szép soltárokkal elhajtárul a gonoszt. Persze, nem citerásnak szerzi a seregek ura ezt a Dávidot, tehát fölségesen cifrán sodorta fonta előrefele a gyönge életszálokat, melyek az üdők magasából nézve eltünedeznek, egy a mással bogogva, szivárványos vonatokba fogódva képeket írnak, az, kik mondatnak istóriának, de te mindenkor tudjad, mert az angyal mondja a Józsefnek, de te mindenkor tudjad, hogy ezen kárpit szépséges állatait jelenéseit csak is ilyen magányos eleven fájó szállatból sodorja az Úr. Tám, hogy ezen mesterséggel töltse ki a nem szűnös időt, és hogy netán valami értelmet lásson az egészben, az ki csak az ő végtelenségéből nézhető. Annak okáért vette az Úr ismét a filiszteus népet, hogy gyűjjék fel Sokónál a zsidók ijesztésére, né, és akkor ezen hegyen állott innét a filiszteusok, túlfelül az izraeliták, de teli volt úgymond a zsidóknál a nadrág, annyian voltak a filisztesek. És akkor lejött a hegyről egy nagyhatalmas ember, egy ólajtó filiszteus, a fején sisak, derekán pikkelyes páncél, vállán, lábain, mint csupa vas, ahogy lépett, zördült, rendült a főt, ez volt a Góliát. De olyan nagy erős volt, hogy mondták a zsidók, na ebben végünk, és csak hallgatóztak, mit szólt tőle a főd, tám még nyegi az is, vagy mit tudom én. És a dárdája nyele elholni, mint egy zugolyfa. A vassa neki, az is félmázsa vas, és a pajzsot előtte hordozta valaki egy erős szolga. És akkor megállt, mint egy hegy, és felszólt a zsidókhoz. Kedves zsidók! A háború, hát háború nem bánom, de spóroljunk a vérre. Jöjjön ide szembe vélem, tüközületek is, egy nagy erős vitéz. Víjon meg vélem, és akkor vagy egy zsidó, vagy egy filisztes, itt ragad a völgybe, Sokó és az éka között, de mégis az a sok vér, ami szerintem nagy különbség. Tehát szerződjünk, ha zsidó győz, még a ti szolgátok leszünk, s a Góliát, akkor viszont tik nélkünk szolgáltok, hát ugye. Erre már összedugták a fejeket a zsidók, lenge csilingelt a sok pályasz cicesz bóher, hogy most mit csináljanak, mert nem volt még ilyen kéznél olyat én nagy bárván vitézzük, mint a Góliát. Hát amint ott gajdolnak, davenolnak, elégyünk ez a Dávid, csak egy görbe bottal, meg egy zúgattyú volt vele. Uram, királom, életem, halálom, azt mondja Dávid. Megyek, s fejre ütök a filiszteusnak, vagy valami. Ne bántsa ez is a zsidókat. Nem mécs, de hogy mécs, zsenge ifjú vagy ahó, már hogy engednélek. De menek,
Elhozom tőle azt a nagy páncélos fejét, abban úgyis csak kilóg a sorból. Így osztoztak, s a vége alett, hogy elment egy szál alkalmatlan pásztori gúnyába. Közben meg volt egy kis víz, hegyi patak, abból vagy egy maruk éles követ a zsebébe nyugodt, mert damolva, mint akinek neve napja van, sétált legényesen a Góliát felé. Vagy Isten öcskös, hát minek szöszmötölnek azok a zsidók oda át? Erít csak légy szíves, mondjad nékiek, hogy küldjék azt a kollégát, mert ma még nem ettem itt a fölöstökön ideje. Ugye itt réfálózott véle a Góliát, mert ő egy illedelmes úri ruhába öltözködött illetőre számított, ahó volt, mint bajnok szokva, nem illen gatyás, vereses hajú danuló legényhöd, aki a pálcával jobbra-balra rendet vágott, húz a virág, s a pipacs közt, mint egy csavarló. Ja, és tám a híres párviadalkú semmi felész a Dávid és Góliát históriájából, ha nem szól a Góliátnak az egyik komája, a fegyverhordozó, hogy te vigyázzál már, ezt esztet küldték éppen bejárd a zsidók birokra. Négy ez rettenetesen fölidegesítette a Góliátot. Első brázódott, fertelmesen a kacagás véget, aztán a feje sötét lett, mint az érett padlizsán, mert úgy minek nézte ő a Dávidot, csak mindössze egy taknyi a zsidó gyereknek. Mennek rálépek a szakramentumát, azt mondja, azzal ment neki a Dávidnak, hogy zergett, csattogott, rettenetes volt. Meg volt sértve borzalmasan, hogy a zsidók illebromálják. Mérges volt úgy, hogy csak egy pucérfaszú legénykét küldenek, úgymondva, a hatalmas Góliáttal szembe. Ez idegesítette őt. Ment, hogy erre tegye lábaról. Az meg csak megróbálta a paritját, elhagyított egy követ Isten nevébe, azt a kövítné előbb éjszakította a fejét a Góliátnak. És az erdőt hosszába a bibliai harcmezőn, bément a belejébe a kő, azt kiment belőle az élet. Mindegy volt annak, hogy zsidó vagy filisztes, aztán még helyába volt ő egy olyan deréklegény, mikor a legend elébényelte, már nem bírta kibefölni. Hát csak hevert a Góliát akár a hegy, nem zsenírozta magát, már ötködhettek fölött az évek, nem foglalkozott ő abban. No, a Dávidnak meg körülött a bizonyítvány, tehát kivonta a Góliát kardját, a fegyverhordozó komár akkor már túljárt a kungon berken, elszaladtak ugye, s főtűzte a szomorú óriás, őt vitte bémutatni a zsidókó. Egyszer elérkezik a Jeruzsálembe, és megyen a hírbe-görbe utam fölfele a főlegvárba. Nagy meleg volt, nyomta a púpját, kegyetlenül a Góliát fő, már akkor nem a karthegyén vitte, hanem így a púpján a nyakába. A legyek is zavarogtak, ezek a brillantos zöld dögevők, mert szaga volt már a Góliának, fele tudja, nem volt kellemetes. Mit csinál, de mit csináljon, hova tegye? Cipelte, mert e volt a bizonyítvány. Na jó, megyen tovább, az egykor éneklést hall. Lássa, hogy a sok nép jobbra is, balra is integet örvendezik. Citrománka, narancsfa ágába, mindenféle szagos zöldségé hajtsák a leget körül, a fehér nép pedig oly igen dalul zöngedez. Hát akkor agnoszkálja, hogy pont nékihe örvendeznek, ezek ők köszöntik, érdekes. Na, az mondja, érdemes volt a Góliátot megölni és a büdös fejét a Szentvárosba eltrúgerolni, mert olyan kedvesen néznek rám némelye, mert szabad létónak nevezték, és hezzá szaladtak, röpöstek, ruháját illették, csókdosták, és nem fintorogtak. Ez tetszett néki, hogy ilyen véle a nép, pedig egy frissen vágott egyén szomorkodik a púpján. Igen, de meg volt írva mának ótája Dávid versének, az melyben belecsináltatott a sal strófája is. Ott nyugoszik vala tekéletes készen a magasságos karnagy orgonatnája. Íme a sípok zöngése szerint fölfelelé mindenik a maga versét. Ez a Saul, ő úgy röstelte már, hogy a népek nem őt dicsérik. Illendőbb volna, ha a sok népben inkább őt egy simogatnás, véle puszilózva, és nem amogva. Hisz jó, meglássuk. Eddig elé még tán ő a király, csak egy szellentésére is eltűnik muzsikájából, és minden kellemetességével egyetembe azon kosorú birka csőz. Tehát még a vigaszt is elvevé ő magától, féltékeny gyűlösségébe.
Helyába pöngött már Dávid muzsikája, az úr sötét szolgája bévette magát közébük, s virtuóz játékát ő is bemutatta. Egy alkalmatossága például, midőn éneklé Dávid, hogy azt mondja, áldjad lelkem az urat, stb. És Saul igen vacogval a sötét kamrában, kérleli akkor röszketve Dávidot, billenteni meg az ablak palettát, hogy hégulna kissé a sötét. És Dávid midőn ezt megcselekedné, olyat én nyegést hall a király felől, majd mintha eleven szén illetné, égést érez a vállán. Annak okáira rezgő dárda szobából megérti, hogy mint fél marhát a sakter, a szomorú királyó tovább ütett a falra szögezte. Hát szóval ennyire el volt mérgesedve a viszony köztük, mert a Saul egyre csak legyingedett, irigykedett, szomorkás volt, a Dávid pedig nem tudta, mint az úrnak selembáránkája, hogy vigyáznak rá. Ezt érezte ő, és annál szebben énekelt, s mosolgott a mellett. Hiszen az asszonyok is ezért szerették, s mentek véle, s ment véle az áldás. Na már ettől elé a Saul megszégyelte magát, nem higgyek, hagyigállá szemtül szembe a Dávidot, mivel már direkt félt tőle. Már teljesen ez a kis Dávid bozsogott a fejébe, mint a rázs a katulába, nem hatta békén. De ő a kezét ettől elé még se vetette ki rá, ellenben besúgták néki, hogy a leánya, a Mikhál belé háborodott a citerásba, énekölnek, járkálnak, madaráznak, kalickáznak örökké. Szóval úgy néz ki, hogy valami mozog köztök. Erre összvedörzsölít a nyerét a király. A kalickáztok, majd készítek én olyat én lépet, amikre reám megyen a kis madár, azt mondja. Akkor behívatta a főkomornyit, ez egy nagy öreg intézője volt neki. Ide figyelj, ez a Mihály és a citerás szerelmesek. Uram királyom, életem, halálom, azt mondja, tudom, mert tisztában vagyok az ilyesmivel, hogy nem tudom. Isz az állásommal játszok, a hírem nélkül mennek itt a dolgok. Jó van, akkor ide figyelj, azt mondja. Bésúgod ezeknek, hogy a király áldását adja ásó, kapa és a többi. De csak azzal az egy főtétellel, hogy ide hozod el idén 200 hütetlen filisztesnek az előbűrit. De vigyázz, legyen ki a 200, mert ha egy híja van, már nincs vásár. Mert ezek a filisztesek nem metszik le azt ott, mint a zsidók, s a törökök, meg van rendesen mindenök már eltekintve a betegesek, tű vagy a még hárenőr. Mert az is más lapra tartozik, azt a miskárolják. Azon túl már arra élete van, csak fele tudja, hibás, megvan a héja, csak gyenge a tőtelék, ha érted, miről beszélek. Egy szóval mondd meg ezted néki, hőkomornyi, hogy még kerülhetsz a királyi familiába, csak egyára van a harci vitézked. Nem bátor a pénzem veszed, vagy amennyibe, ha a szép szemedé lemondanak a bürkéjükről azok a filisztensek, azt mondja, az már nekem seckolyed, noha te dolgod. Csak legyen itt előttem az asztalon a 200 fitymag frissen. Na, és akkor jót nevette Gezenű, meg a hű komornyi, meg 200 darab fityula, gondoljuk meg annyit leülni egy végtébe, rizikó. No, de azt is nézzük, hogy a Dávid már akkor hadnagy volt főkapitán. Fogta, kicsapott portyázni a kontyos filisztesre, azt hamar együtt volt a jegyajándék, azon szép somma előbőr csorig lett abba a szakajtó. Ünnepélyesen bévonult abba a királyhó. Hát oda jött látni azon kisdet, skalpogat a tekintete, színhedrióz a sok sakter, bakter, rabbi, bóher, főkomornyi, és a király egyenként megolvasta a teménytelen filisztes figymát, vagy nem hamissagé. Hát nem kérdezem, baj, ezeket harcba s magad erejétől szerzettedé, mondta savanyón a király, amit mondta, megmondta, itt a kezem nem disznulát, tiéd a Mikhál egyefene. Azt paroláztak, csókolóztak. De onnét elég a Saul már megint nem bírt magával, a rossz ellen súgott nékie. S ő reszketett, mint a fázósagár, félt úgy, hogy rossz vége lesz.
De mindenhogyan ő vonja a rövidet, már rájött, hogy ez neki a szerepe. Ebből nem bír kibújni sehogy se, hogy amíg vében megmártsák, azt viszi, mint a bűrit, mint halálig, abból nem bír kivedleni. Annak okáig még akkor éjjel, hogy azok egyben keltek, már is nem hagyott békeséget néki a rossz angyal, tehát hivatá a fő darabontot, elígyetek csak azt mondja, őrizzétek a citerást, mert nem sokára meg kell lesz melyeszteni, úgy érzem. Hanem a Mikál nem aludt vala szerencsétlen, dolog nem volt úgy az, miben megfáradjon, mint király kisasszony, tehát elustult. Hiszen még az élő kalánt is megnyolták néki, ha nem forró, a piszkot is már szedegette alulra. Tehát éjszaka csak forgott, bánkódott, mikó kirkadt már, azt este álmatlanul, hogy mikor hozzák, ha a gyenge becsináltad. De ez jön a szerencség, hogy éjszaka mindig spekulál valamint zsidóné az üres bódba. Aki a kuncsaftot lesi, azt elönti a kannából a vizes nyolcast, azt a legyet hallgassa, hogy né, bészorult a cukorkás üvegbe, ott teszi a fene. Tehát elég az, hogy ébren volt és hallá, hogy odakünt megjárják mind a házat a darabontok. Már ebből rosszat gondol, és beszólt a Dávidkához a fedeles ágyba, hogy gyönyörűséges Dávidkám, azt mondja, imád ne aludj, édes Mátkám, mert gyilkos darabontok megjárják mind a házat, mert ez a Saul hiába, hogy az apám, azt mondja, már megint olyat gondolt, hogy meg akar melyeszteni. Hát azért már bocsássa meg a világ, azt mondja a Dávidka, melyre a Pilátus király lőtt mostanában a sor, de elméri a farkát őkkel, mert azt mondja, és káromkodik vala szaporán az álmosságtól, időkimélésből pedig lenásítgat vala hezzá. Eztán felöltözik, s úgy tevé be a titkos papírajtót, azt tud a tapétásat, hogy a nejének csak így int a szemével, löpe áll, azt mondja, ma jelentkezik. No, hajnalmasatán bérunt az atya hezzá, állj csak elé lányom, beszél csak meg, hogy mint volt a sok derék trahant, nem bírá megmelyeszteni az ágyba azt a hitván citerást, nem a te kezecskét vagyom a dologba, mert tudod, hogy az ilyen én megharagszok, ha beléjtöd az orrod a politikába, országos dolgokba, ugye, egyéb így át ipiskedjél szakadásig, azért nem haragszok, mert tőlem származó, mint leányom, de olyat én ország dolgába, ha keveredő picsár ugrok. Hát ez... Köszönjük szépen, és most pedig részlet következik, ezt is kicsit megmutatod? Részlet következik, nem tudom hányban volt a Művészetek palottájában Bachmann nő operai feldolgozása, és abból egy részletet mutatnánk. Azt kérném, hogy középre kéne ülni, mert...